sportosat. Híradónk vendége Egressy Gábor, az Újpest egykori válogatott labdarúgója, a Budakalász kézilabda ZRT igazgatósági tagja, ügyvezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, én is üdvözöllek! Most már nem is tudom, most már a futball, vagy inkább a kézilabda áll közelebb hozzád. Közelebb hozzád. Hát mivel a labdarúgást korábban kezdtem, azért közelebb áll hozzám, de most már tényleg elég, hát 2011 óta már kézilabdázom, úgyhogy hát úgy kézilabdázom, hogy legalábbis közelbe vagyok, és próbálom saját magamat, meg mindenkit jó irányba terelni, úgyhogy most már tényleg 8 éve itt vagyok, úgyhogy de nagyon élvezem még mindig, úgyhogy ugyanaz különben, mint a labdarúgás, tehát semmivel sem másabb, kisebb a labda, meg már sokszor mondtam viccesen, hogy nullával kevesebben a szerződésekben, tehát ennyi a különbség per pillanat. Újpest öreg fiúkban futballozzon még? A helye közel. Megsérültem tavaly kint egy külföldi túrán, és leszakadt itt a combom, aztán azóta már ilyen langsam bitébe vagyok, úgyhogy most is például mondjuk pont voltam az öreg fiúkkal legutóbb, a Balajca Tibi bácsinak volt egy avatója, és akkor oda meg voltunk hivatalosan hívni nagyon jó csapattal. Én imádom különben ezeket a haklikat ebből a szempontból. Állandóan jönnek a sztorik, jönnek minden, tehát ez nagy izé volt, de sajnos az öreg fiúkban már nem nagyon játszok. Tehát elmegyek, mert az öltöző hangulat az izé még nagyon hiányzik, de úgy játszani annyira nem, meg felszedtem egy max másfél kilót, és ez így már szerintem az izmaimra ráment, és nincs állandó tónusba, úgyhogy könnyebben megsérülök, sajnos. Mit szólsz ehhez a mizériához, ami van Újpesten, tudod, ez a logó mizéria, hogy most hogy néz ki, most jó ez nekünk, nem jó ez nekünk, ez a... Hát ez szerintem senkinek nem jó, azt szerintem hozzáteszem, mindenki saját magának. Most megint előkerült ez a téma, most megint a napokban ez téma volt. Hát, próbálta az UTE meg az UFC közös nevezőre jutni, de továbbra sem sikerül. Hát nem, ott az értékesítéssel vannak szerintem ott a nagyobb gondok, tehát az UFC az valamilyen vagy jogosan, vagy nem jogosan azért változtatta meg az egészet, mert tényleg annak a bevételi forrását ő nem látta, hogyha már tényleg ilyen nagy múltú klubról beszélünk, akkor azt is meg lehet érteni, a másik oldalát is. Nehéz igazságot tenni, én úgy gondolom. Ezért nem is született már. Én úgy gondolom, hogy nem, tehát annak nem volt realitása, hogy emiatt vissza fogják állítani. Én ezt nem láttam, tehát én úgy gondoltam, hogy most egy logót megváltoztat, most ez igen. A világ futballjában a Juventusnak előző két évben ugyanúgy megváltoztat. Éppen ezért nehéz, tudod, mi a baj? Ezt nem értem, és ez a utének tenném fel, legszívesen Tóth Andrásnak ezt a kérdést, ha majd egyszer lesz ideje bejönni, hogy miért ezzel foglalkoznak? És miért nem azzal foglalkoznak, hogy az UTE az UFC ellen futballozik? Bajnoki meccsen. Hát, ez sokkal, de sokkal... Ez kardinálisabb kérdés. Így van? Én is úgy gondolom. Mint a logó az, hogy most éppen most mi van rajta. Ott, hát különben pont ezek az apró dolgok miatt idegenült el szerintem ez a kapcsolat. Tehát az elején együtt dolgoztak, aztán utána volt a logó mizéria, az utánpótlás mizéria, hogy nem azt a stratégiát követték, amit a belga szeretett volna, a belga más gondolatmeneten indult el. Más. Na jó, de hogyha ő a... Főnök, akkor azt kell elfogadni most, ez ilyen történet. Én azt mondom, igen, a kormányzást odaadták neki, azt azért hozzáteszem, tehát amikor odaadták neki ezt az egész kormányzást, akkor örültek egyáltalán, hogy ennyi pénz, mert azért rengeteg pénz belefektet. Azért mondom, tehát onnantól kezdve meg az a dolgom, hogy akkor beálljak a sorba. Én úgy gondolom, igen, hogy az útét ebből a szempontból teljesen megértem, a fiam is ott játszik, hozzáteszem, tehát a régi Újpestben. Tehát útés. Igen, útés, tehát én ezt látom az egész felépítmény, meg gyönyörű most létesítményt csináltak oda Szilágyira, tehát ez tényleg nem. Igen, csak milyen csúnya látvány nekem legalábbis, hogy egy drótháló választja az útét az UFC-t. Át lehet ugrani, úgyhogy én át szoktam menni. Át is látsz, tehát minden oké. Át szoktam menni, mert úgyis keresztbe játszanak meccset, úgyhogy meg ott is van rengeteg ismerős. Na, de ez olyan borzasztó. Inkább erről kellene beszélni, nem a logó. A logót azt felejteni kellene. Engem inkább az zavar az egész, hogy nem tudsz minőségét. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy egy kerítés elválaszt, és valaki ide hozza a játékost, valaki oda hozza a játékost. Tehát ez ebből maximum kis mindenből, én azt mondom, hogy nem tudsz minőségi futballt csinálni, pláne, hogy a kettő jobbat elvisz ide, a másik kettőt ide. Én úgy gondolom, hogy együtt kéne, aztán, hogy most ez hogy fog kialakulni, ez majd a jövő zenéje. Akkor érzed te is, hogy mi a bajom nekem ezzel a logó ügye, hogy miért erre fókuszálnak rá. Hát figyelj, ez is egy olyan jó, dolog. Jó, de ettől nem lesz jobb. És abban meg igazán Juráček Matyinak, hogy ha az Újpest ott lenne az első-másik helyen,
akkor így van. Na de viszont az már minőség kellene. Tehát ugye oda kanyarodtunk vissza. Azt is hozzáteszem, hogy ha azért, hogy az első, másik helyen kell, akkor ott azért sokkal nagyobb háttértámogatásnak kell lenni azért az UFC-nek is. Tehát most a belga nem tudom elképzelni, hogy 3-4 milliárdot bele fog tolni egy évente. Tehát nem is. Üzleti alapon csinálja. Üzleti alapon nem lehet működtetni, ezt most én tudom a kézilabdából. Tehát így van. Lehet, de nagyon nehéz. Tehát azért de... nem lesz. Azért mondom, én nálam az egy probléma van, hogy az Újpest például nem fogja, tehát a régi Újpest nem fog annyi pénzt belerakni, mint például a belga, amennyit belerakott. Lehet, hogy lesz olyan cégcsoport, aki mögé áll, meg mit tudom, de az megint egy másik dolog lesz, tehát az megint az lesz, hogy most az se az UT lesz, hanem maximum az UT az közeli, mit tudom én, baráti igen. kör vagy befektetői csoport, tehát az megint más lesz. Nehéz. Én úgy gondolom, hogy Újpesten nagyon nagyok az elvárások, tehát 20-szoros bajnok, meg mit tudom én, tehát 98-ból volt elvileg az utolsó bajnokság, de igen. akkor is. Tehát nagyon nagyok az elvárások mind a szurkolók felé, mind pedig a játékosok felé, de szerintem az a felépítmény az még nem ott tart én nálam, ahol oda kell egy Fradi, egy Videóton mögé nem tud oda menni, nem. Én szerintem. Azt, hogy most amit eddig elért, én még azt mondom, még ahhoz képest, ez egy megsüvegelendő dolog, mert ott a kupában, ott vannak nemzetközi kupában. De most magyar kupában, most megnyerj, most vigyelj, de ez egy kicsikét komolytalan, hogy most is ugye úgy jutott az egyik csapat a döntőbe, NB1-es, hogy végig NB2-esekkel játszott. Hát figyelj, tudom, ugyanannyi pénzt adnak érte, ugyanannyi csak azért mondom, csak ebből ne, ugye sokanak azt mondja, hogy jaj, akkor milyen jók vagyunk, közben nem vagyunk ne, jók. Csak az a baj, hogy az értékzavart okoz egyeseknél, mert azt látják, hogy magyar kupa győztes, teszem fel majd az Újpest, de hogy? Hol? Milyen közegben? Tehát ugye ez figyelj, ez külföldön, ez mondjuk Angliában ennek nagyon nagy respektje van, tehát ott tényleg a negyedosztályú csapat is elindul, és tudja ő is, hogy pont ezek miatt, hogy kiesnek a nagyok, nem úgy figyelnek oda, mit tudom, tehát oda tudnak érni, és ennek nagyon nagy respektje van. Itt Magyarországon is most meg kell nyerni egy sorozatot, bármilyen sorozatot megnyerni, sokkal nehezebb. Biztos, hogy rengeteg összetevője van, de én úgy gondolom, hogy ez az azt éri, hogy nemzetközi szintre ki tudsz lépni, és meg tudod magad mutatni. Ez elvileg, én úgy gondolom, az UFC-nek ez a non plus ultra. Tehát ennyi, most, így hogy van. Külföldről, vagy olyan játékosokkal idézőjelben, nem olyan túlfizetett játékosokkal oda tud kerülni, nemzetközi szintre azért ezt a Bardit is el tudta adni. Tehát azért mindig vannak olyan lépések, ami előre jó, de ez viszi. A szurkolónak ez... Ne, a szurkolónak kevés, hozzáteszem, a szurkolónak nagyon kevés, de az UFC saját gazdálkodásának, meg hogy pénzpiaci alapon működteti, vagy hát piaci alapon működteti az egészet, ahhoz meg nagyon jó. Tehát ahhoz meg elvileg egyszerű, és azért nem is akar szerintem több pénzt belerakni, mert úgy gondolja, hogy sokkal nagyobb lenne idézőjebb a deficitje, hogyha több pénzt raknak, és nem biztos az a kiugrás, meg az a lehetőség, ami abban benne van. Én így gondolom. Úgyhogy egyelőre az újpestiek akkor maradjanak ezzel a középszerűséggel. Hát nagyon nehéz ezzel kell együtt élni, nehéz, így van? Ezt nagyon nehéz, mint szurkolóként, meg én is, tehát én is ott voltam, én amikor 93-ban felkerültem az első csapathoz, mi második évben másodikok lettünk, úgyhogy az kudarcként volt megítélve, de a következő évben harmadikok lettünk, az megint kudarc volt, és utána két év múlva nyerték meg 98-ban, akkor én sajnos eligazoltam, mert akkor nem olyan volt az Újpest anyagi helyzete, és kaptam egy jobb ajánlatot, soha nem akartam eljönni, de mindegy, eljöttem onnan, és akkor utána a 98-ban megnyerték. Tehát, de az a probléma, különben például visszatér az Újpest öreg fiúkra is, hogy az a korosztály után, a 98-as korosztály után szinte csak külföldiek voltak. Tehát akkor is már olyan volt az idézőjelben az üzletpolitika, meg a labdarúgás politikája, hogy most például nem tudnánk kiállítani egy utánpótlás, egy öreg fiúk csapatot. Akkor előbb-utóbb ez meg is fog szűnni. Hát figyelj, most már elnézem, hát elég, a Fradit is, meg bármelyiket. Ebből a szempontból, ebben az évben nagyon szerepeltünk, mi is majdnem kiestünk, így is vissza kellett organizálni 3-4-5 olyan játékost, hogy úristen, csak gyere vissza, és itt legyél, meg mit tudom én, mert már nincsenek. Azok a fiatalok, akik nálunk voltak, és jöttek föl, és hát mi is még a Salán, meg a Törőcsiken, meg, tehát ezek öreg fiúk hoztak ott előttünk, és úristen mondta, hogy milyen jó lesz majd, hogyha helyettük, meg mellettük be tudunk kerülni, meg mit tudom én. És sajnos ez megvolt, tényleg most az utóbbi 10 évet voltam, vagy ez 9 évet voltam, összesen abból 7-6-szor bajnokságot nyertünk, tehát akkor megvolt még ez a fiatalitás idézőjelben, de most már teljesen, tehát most nem találunk csak lasszóval egy-két játékost, aki legalább, mit tudom, ifibe ott volt, meg mit tudom én játszott, de az már nem az a minőség, még nem az a... Igen. Úgyhogy nehezebb ebből a szempontból is. És ez
csak így csökkenni fog tovább. Hát most, hogyha megnézzük a mostani keretet, abból is igen, úgy gondolom, hogy igen. Tehát most a következő 10 évben 34 évesek, akik kiöregednek, azok se nagyon sokan nincsenek. A Báth Peti van talán, aki még bejöhet ebbe, de neki is azért most az UFC-nél van dolga. A Balajca Tibi az, vagy Balajca Tibi, Balajca Szabi az ott van az UT-nál, ő utóbb felső kategóriás kapusedző, tehát ő ott van a másik helyen. Ott azt hallottam, hogy voltak olyan botrányok is, mert ütöm, hogy nem is hívják. Botrányok? Hol? UFC. Nem úgy botrányok, hogy nem volt szép az elvállásuk, és akkor emiatt az UFC-be öreg fiúkban nem védhet, mert azt a belga, elvileg az UFC csapata, annak van öreg fiúk csapata, nem az UT-nak, hanem az UFC-nek. Úgyhogy mi is az új címerbe játszunk, amit a szurkolók. De akkor most van két öreg fiúk csapat is? Nem, nincs. Az UT-nak nincsen. Az UT-nek nincs, az UFC-nek van, ott finanszírozza elvileg a pályát, mert ott is volt a pályával, mert minden volt ott minden, hogy most ki hajzé, meg hogy, meg mit tudom én, úgyhogy volt ez érdekes, hogy ott is a történet, per pillanat az UFC égisze alá tartozik az öreg fiú csapat. Jó, akkor ezt is megtudtuk. És akkor azt is, hogy most kezdődik a bajnokság, és akkor az Újpest örüljön, hogy nem esik ki ebből a 12 csapatos NB1-ből. Hát, meglátjuk, szerintem nem lesz kieső, de... Vasasnál se gondolta senki, bocsáss meg. Főleg az előző szezon után, hogy nemzetközi kupába indultak, és aztán kiesett a Vasas. Tehát ezt már így nem lehet kijelenteni, vagy hogy az Újpest nem fog kiesni. Nem lehet kijelenteni, mert azért elég. Pont ez a problémám nekem például az egész bajnokságnak a felépítésével, hogy emiatt, hogy az első kettő-három csapat fönt van, a többiekből bárki kiesett, ezért a fiatalokat nem tud berakni. Tehát ez a legnagyobb szívfájdalom ebből a szempontból, mert azért egy 17-19-20 éves játékosra rábízni egy idézőjelben, azért tényleg ilyen 200-500 milliókról beszélgettünk alapból, amit kapnak a támogatásként az MLS-től. Tehát ezekre rábízni a fiatalokra, ez nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy ha földúsítanák a bajnokságot, lenne egy 18 csapatos, akkor ott lenne egy olyan 6-tól 14-ig azok a csapatok, akik be tudnának rakni fiatalokat. És akkor ők egy külön kis bajnokságot játszhatnának elméletileg igazából. Az a lényeg, hogy játszanak a fiatalok. Tehát nálam az, mi is, amikor felkerültünk, nekünk is szerencsére 16 csapatos volt a bajnokságban, mertek rakni, 2-3-an jól szerepeltünk, 2-3-an nem, de akkor is megvolt a lehetőség, és hosszabb távon tudod berakni őket és játszatni őket, mert könnyebb azt, hogy most nem esel ki, meg kétszer kikapsz, akkor már nem utolsó vagy, tehát sokkal könnyebb én szerintem, de hát majd meglátjuk, hogy lesz. Nemzetközi porondon ott vannak a magyar csapatok, hogy az első selejtező kört mind a négy csapat túlélte, és hatalmas nagy hurrá hangulatot lehetett látni, hallani, szinte tűzijáték volt. Most a második kör van, és annak az első fele már lezajlott, most jön a második fele, amely a laikusoknak azt mondja, hogy most hirtelen feleződni fog most már a magyar csapatok száma. Te, mint szakember, Én is így gondolom. Most az erősebb csapatok, tehát az első körben is volt, mondjuk szerintem a Fradinak volt a legnehezebb dolga ebben a szempontból, de nagyon nagy ugrott, tehát az nagyon nagy dolog volt szerintem. Igen, csak hát mind utólag derült ki, hogy mentálisan problémák vannak annál a csapatnál, hiszen az a 11-es elvégzése is arra utalt, hogy ottan az edző meg a csapat két külön hajóban van, tehát ők pont az edző ellentették, amit tettek. Tehát ugye... Ezzel nem kell foglalkozni, ez persze, labdarúgás, nem, csak azért mondom, csak hogy helyén nézzük a dolgot, tehát most ő egy ilyen szétesett csapattal játszott a Ferencváros. Tehát most azért nem olyan csapat. Jó, de, meddig tart szétesnél csapat? Jó, ha hamar szét lehet, azzal nincsen probléma. Én azt mondom, ezzel nem kell foglalkozni. Persze. Nagyon örülök, én is örülök, hogy tovább jutottunk, tényleg, mint a 100 éve nem volt ilyen, meg mit tudom, hogy parondon maradt mindenki. Most azért nehezebb. Hát igen, de nehezebb. Volt már olyan, hogy a Fradi, nem is tudom, utóbbi 7-8 évben talán nem is jutott az első fordulón tovább. Persze, tehát ez volt most ilyen. Egy új ugrás volt ebből a szempontból neki. Jó, csak azért már nekünk pezsgőt kell bontani? Hát azért pezsgőt nem kell bontani, de azért helyén kell kezelni az egészet, de azért én szerintem ez egy jó megsüvegetett. Az, hogy most a Debrecen kapott egy Torinót, az szerintem az erős nekik, tehát az annyian van, nem lehet foglalkozni. A Honvéd az...
honvéd az így lebeg nálam, ott bármi lehet. A tudósítók szerint, én nem voltam lent Győrben, de a tudósítók szerint egy kapuzott a román csapat. Tehát nem vett nagyon, honvéd kapusa volt a legjobb. Tehát... De ott bármi lehet. Ott ettől függetlenül bármi lehet? Bármi lehet, ott azért nekik is jönniük kell, azért kapni gólt tudnak kapni, úgy gondolom. Ott az már majd következő lélektan, ott kell, ott a románoknak kell jönni. Tehát ott nekik kell gólt rúgni, nekik kell hát megnyerni a meccset. Nem tehát... kell, hát 0-0, hát akkor a hosszabbítás 11-es, tehát hát az, jó, azért nincsenek olyan nagyon... Mi sem, mi meg beálltunk, mi bármikor rúghatunk, a 98-ban is rúghatunk egy gólt, mikor se 1-0-ra vezetnek. Inkább tudod mi az? A videóton, az az egy gól. Nem videóton. Ők most abba kapaszkodnak, hogy idegenben nekik jobban megy. Jobban megy, jó kontracsapat a Vidi. Tehát azt szerintem megugorja. Mondom, most a Vidi Fradi megugorja. Honvédon lesz a idézőjebben, úgy gondolom, hogy most négyből három, tehát ez Honvédon fog. Én azért bízok bennük, tehát azért én előre tudnak focizni, futni legalábbis, nem, majd meglátjuk. Védekezni mindig könnyebb különben meg. Meg amikor nem rajtad van a feszültség, meg nem rajtad van az aggodalom, úgy sokkal könnyebb játszani. Hogyha az elején kapsz egy gólt, akkor nem, azt azért hozzáteszem, tehát azt azért jól össze kell rakni ahhoz, hogy nyugodtság legyen idézőjelbe hátul is, és tényleg mindenki elhiggye, hogy húristen, ezek nem annyira jók, nem tudnak úgy focizni. Az elején kapsz egy gólt, akkor az már fejbe is úgy vagy, hogy úristen el fog menni, tehát az úgy nehezebb visszajönni a meccsbe. De azért én bízok bennük. Te vagy az utolsó generáció egyik olyan tagja, amikor még akár az Újpest, ahol játszottál, standardben ugyanazok a játékosok játszottak évről évre. Magyarul a szurkolók a játékosért is mentek ki. Na most már eljött az az idő, amikor azt mondják, hogy most már ezt el kell felejteni, most már a csapatot kell szeretni, nem a játékosokat, hiszen a játékos nem tudod megkedvelni, mert ugye most Fradiból is a pályára lépő közül 8-9 külföldi, aki itt van egy évet, két évet elmegy, tehát teljesen megváltoztak ugye a szokások. Na most innentől kezdve a szurkolónak is át kellene állni arra, hogy most már ne egy nyilasit szeressen, vagy egy egresit, hanem magát a csak a klubot. Mert ugye az lesz most már csak a fix. Mert a játékosok most már pörögnek ezerre ki, és ugye külföldi. Hát ez megváltozott, hát régen nem volt ilyen vándorlások. Még nálunk se nagyon volt, tehát nálunk is, hogy azért mondott, te még az utolsó Fradiból, generáció. Fradiból Újpestben ott kezdődött nálunk, amikor a Vuko átjött, meg a Kecskés átment az izéből Újpestbe, a Fradiba, meg mit tudom én. Ez már nagy dolog volt. Most már szerintem észre venné senki, most már most vagy. Mondjuk most a videóton, Fradi videóton aspektusban. De ez más. De nem, mert most én azt mondom, hogy most már teljesen... Jó, csak így akkor szurkoló, te hogy lehet kicsalogatni? Hát figyelj, a szurkoló most is azért nem azért, de a Fradi meccseken most tényleg két magyar játékos volt a kezdőben, de azért most is 18 ezeren kint volt. Jó, de Fradit azt most azért... hagyjuk, az egy külön kaszt. Azt most nem menjünk bele, hogy miért. Az nem a sport, csak a sport miatt van. Éppen azért, de többi helyen miért nem mennek ki? Hát azt nem tudom, hogy miért nem mennek ki. A Debrecen nálam az egy jó példa, ott azt nem értettem. Én most az Újpest, a Diózsőr Újpest meccsen kint voltam az utolsó bajnokin, hát ott full teltház volt, jó, tudom, hogy levitték a jegyeket, meg mit tudom én, de az... Jegyára múlik? Hát nem tudom, sokan azt mondják, hogy igen. Én nem tudom, tehát én azért nem szeretem, mert én most már idézőjelben a másik oldalon ülök, tehát én is sokat gondolkozok ezen, hogy milyen jegyárakkal dolgozzunk el. Hát ezért tett fel kérdés, mert de, ha valaki, akkor te Nekem az a véleményem, és ezt lehet, hogy most nagyon csapnak sokan, meg mit tudom én, nekem az a véleményem, hogy minimum 8-10 ezer forintért kéne adni a jegyeket. Akkor tudsz a költségvetésbe idézőjelben maradandóan belenyúlni, meg hozzányúlni, meg építeni, meg mit tudom én, mert avval a költségvetés hogy mit tudom, én most nem azért Újpestén tudom, 300 meg 100 forintért járnak be mérkőzésekre. Most ezt nemzetközi szinten megnézed, Euróban, meg minden, tök mindegy, miben nézed, hogyha kimész egy megye 8 ligás osztrák csapathoz, ott 10 euróba kerül egy belépő. Tehát most azzal például a költségvetésnek a minimális része, egy 5-10%, hogyha megnézed a nemzetközi szinten, értem, igen, hogy nagyobb a kimerítés, de nagyobb a büdzsé is, de ott is ilyen 20-30%-on a bevételi forrást ebből hozzák be. Igen, ebből hozzák be. Tehát nálunk ilyen 2-3%, max 5% a bevétel. Most, hogy a Fradi így szerepel, ilyen jegyárakkal, meg mit tudom én, most talán
kicsit, de az se akkora idézőjelben lépés az egész. Ez arra jó, hogy, nem fogsz ilyen halni, de jól laksz is. Tehát abból nem fogsz tudni föntartani, tehát piaci alapon, ahogy beszéltünk az elején, alapon nem fogsz tudni szerintem műzemeltetni. És az például egy kupa meccsen, és én most értettem meg, mit tudom, 2000 forint, és sokalták a jegyet, én 20 000-ért adtam volna, most nem azért. Tehát én biztos vagyok benne, hogy 20, lehet, hogy rossz sportvezető leszek, hozzáteszem, de én 20 000-ért adtam volna, mert az egyetlen egy alkalom, egy döntő, akkor fizesse meg. Ugyannyi lett volna a bevétel, hozzáteszem, mert lehet, hogy nem 10 000 ment volna ki, hanem 1000, de ugyanaz lett volna, ha 10-szeresére emeltem volna a jegyeneket, és egyszer meg lehet fizetni. Lenne nívó, sokkal kívül. Igen. Arábiában volt először egy fotballmérkőzés, mondták, hogy $8, meg $7, meg mit tudom, senki nem ment ki. Talán mondták, hogy $100 kerül, így mindenki kiment, mert annak volt nívója. Ott meg tudták venni ezeket a helyeket, jó, oké, más, rossz a példa ebben a szempontból, de érthető, annak volt valami ilyet, tehát hogy egy kupameccsen, hogy én kimegyek, és ott vagyok, és ennyire megveszem, és ízért. Tehát szerintem ennek ilyenek is. Az Angliában is, hát mit tudom én, az első másodosztályú felkerülés, mint a 100 millió fontról beszélgettünk ott, ez jó, a tévéközvetítések, meg mit tudom, sok más összetevő jön az egésznek, de ott is olyan bevételi forrásról beszélünk, még a vesztes csapatnak is, hogy hihetetlen. És akkor a fiad futbolista lesz? Hát figyelj, jó irány. Hány éves? Jó irány, hát most 17 múlt, tehát most már U18-ban van. Hát de az most már lassan a felnőtt csapat. Hát a UT-nek nincs felnőtt csapata, úgyhogy hát, most a toppon van. Most akkor itt adja a kérdést, akkor ilyenkor mit tud egy szülő kezdeni a 17 éves gyermekével? Nehéz az egész, mert azért tehát van neki egy átigazolási ára is már ő, tehát mivel klubhő most már 5 éve, 6 éve itt van, hanem az MLS-nél még van egy ilyen átigazolási, tehát neki már ilyen, nem is tudom, hány millió forint az ő díja, hogy átigazolhasson csak A-ból B-be, tehát hogyha följebb szeretné. Tehát még az UFC-be is? Még, hát az UFC az hasonló kaszba van ebben a szempontból, de oda is, tehát oda is azt hiszem évi 300 000 talán, most így fejből nem tudom, de 300 vagy 500 000 talán fölfelé, és 300 000, hogyha saját. Most ő ott van már 6 éve, ez a 7. éve, ez a 2,1 millió forint csak, hogyha az UFC-be, az UT-ba átmegy. Na most egy 17-18 éves játékos, most nem azt mondom, hogy sok, mert lehet, hogy több, de nem lehet tudni, hogy most 17 évesen, 18 évesen megveszed, hogy lesz belőle, vagy nem lesz belőle valami. Én most nagyon jó helyen van szerintem. Tehát most erős de meddig lesz ott? Hát most elvileg 2 éve még van, tehát ő most az U19-ben játszik, U19 másodosztályban, úgyhogy ő neki ez a mostani az erős karcsú, szerintem jó, tehát fizikailag rendbe fogja rakni, kicsit a saját korosztályához képest le van maradva fél évvel, tehát ő neki még erősödnie kell, mit tudom én, úgyhogy most ez ideális, szerencsére játszik, sokkal gyorsabb a foci azért a 19-ben, még a másodosztályban is, úgyhogy neki ezt szoknia kell. Ez szerintem jó neki. Tehát neki most itt van 2 éve, hogy én azt mondtam neki, hogy felszedje magára egy 6 kiló izmot. Ha azt felszedi és meg, akkor utána majd meglátjuk, hogy lesz NBA 1-es játékos a fiatból? Figyelj, én mindig azt szoktam neki mondani viccesen, meg mindenkinek, hogy látom a többit is, úgyhogy még nem kell abba adnia. Zárásként. Kézilabda. Mikor kezdődik és mi az elvárás? Hát most teljesen tényleg átvettem ezt a Budokanász férfi kézilabda klubot, mint ügyvezető elnök, meg mint ügyvezető, meg igazgatósági tag, egy teljesen új reformot hajtottam végre ebbe az évbe. Behoztam a dr. Cina Józsit igazgatósági tagnak, 3 igazgatósági tag van, mi fogunk elvileg mindenre dönteni. Teljesen ilyen társadalmi szerepvállalást is akarunk a meccsek alatt, meccsek közben, minden. Tehát megpróbálunk egy újabb lépést lenni. Mindenhol nyilatkozom, hogy nekem mindig végcélok kellene. Most a kézilabdában az a végcélom, hogy egy olyan kézilabda klubot csináljak, ami például a labdarúgásban az Ajax. Hogy megpróbáljunk oda kerülni nemzetközi szinten, utánpótlásból fölépíteni az egészet. Elvileg most erre szerintem elég jó példák vannak, 3-4-5 olyan játékost eladtunk idézőjében, lejárt a szerződés és elment, de följebb tudott igazolni, és akkor ezt szeretnénk elvileg hosszú távon, ez azért megmondom őszintén, hogy anyagilag rendben kell lenni olyan szinten, olyan háttér kell, hogy ezt megmerjem csinálni, vagy megmerjük csinálni, hogy a fiataloknak hosszabb távú szerződéseket adjunk, és akkor utána mi is profitálunk majd ebből belőle, de
250 utánpótlás játékosunk van, szeretnénk ott egy kollégiumot felépíteni, tehát meg szeretnénk mozdulni, szerintem nagyon jó a frekventált, nagyon jó helyen vagyunk, tehát infrastruktúrában szerintem egyik legjobb helyen fekszünk ott Budakalászon, tehát M0-ás bevezető, repülőtér, Lupastrand, tehát ott Szentendre, Dunakanyar, tehát ebben a szempontból nagyon jó helyen vagyunk, meglátjuk. Én nagyon lelkes vagyok. Mikor kezdik a bajnokság? Most szeptember 1-ére van elvileg az utolsó vasárnap, de hát augusztus vége, augusztus vezető 31. Vezetőedző úgy maradt, Forgás Gyula és Józsa Máté, úgyhogy ők maradtak, teljes fiatalításon mondom, technikai vezető is fiatal lett, mindenki fiatal. És a Forgácsiknak akkor most főhet a fejük, nem? A fiatalokból, hogy tudnak? Nem, figyelj, most egy Gábor Marcel nevezetű utánpótlás kint volt az U21-es válogatotta, azt igazoltuk, tudod, a többieket, meg akiket tudtunk, azokat Bohácsonyi elment a Fradiba, Nagy Bence, Tatabánya után a Fradi, akkor a Leimeter Csabit eladtuk Csurgóra, tehát azért, meg a nőnőt, a Koncz Andrist most eladtuk Svédországba, egy BL csapathoz, a nemzetközi szinten fog játszani, tehát most, és ez mind fiatalok, tehát 20-23-24 éves játékosok, tehát mi 20 évesen elvileg a Nekától, meg mindenhonnan megpróbáljuk azokat a fiatalokat összeszedni, és azokat játszatni. Tehát most ebbe az évben is nekünk volt talán a legtöbb magyar percünk idézőjelben az egészben, szintiszta magyarokkal dolgozunk, egy külföldünk van, de hát ő is már honosítja magát már egy évet, meg itt van a felesége, és magyar, meg gyerekek is magyarok, meg minden, vagy a gyerek már most született, az is magyar, tehát elvileg teljesen ilyen magyar, és fiatal, 23 és fél év volt az átlag életkorunk ebbe az évben, tehát, és mondom, és a játékpercek, és elég sokat, tehát van két válogatottunk, a két szélsőnk az válogatott, felnőtt válogatott, az utánpótlásban vannak 4-5-en, akik ugyanígy vagy 21-es válogatottak, vagy válogatottak, tehát az utánpótlás válogatottak, tehát mindig van valami, van egy nagyon jó nevelő egyesületünk, a U7-től az U12-ig, a Szentendrén a Farkasvár Diák Sport Egyesület, az teljesen alánk nevel, ott az iskolával is nagyon jó kapcsolatunk, tehát megpróbálunk, tehát én próbálok előre felé menekülni, aztán majd meglátjuk, hát figyelj, dolgozunk azon, hogy minden jobb legyen, szebb legyen, konszolidáljuk a költségvetést, és optimalizáljuk a kiadásokat. Helyes, sajnos időnkre járt. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm. További sportosat.